Egy éve foglalta el a polgármesteri széket Lajos Anikó Kocsolán. Korábban a Német Nemzetiség önkormányzatot vezette, így már volt tapasztalata a közigazgatásban, és a vezetői szerep sem idegen számára. A Német Nemzetiség önkormányzatnak voltam sok éven keresztül az elnöke, és úgy gondoltam, hogy többet szeretnék tenni a faluért, a falu lakosságáért, és ezért indultam el a polgármesteri választáson. Több felkeresés is érkezett, hogy induljak, próbáljam meg, úgyhogy ennek az unszolására döntöttem így. Úgy gondolom, hogy mint Lajos Anikó, továbbra is Lajos Anikó vagyok, és mindenki számára. A polgármesterség, hát ez egy nagy kihívás. Úgy gondolom, hogy főleg itt Kocsolán, mert van tennivaló, vannak terveink, vannak céljaink, és próbáljuk őket megvalósítani. Úgyhogy nem könnyű feladat, de úgy gondolom, hogy a képviselő társakkal együtt, közösen megoldjuk. A polgármesterasszony egyik szívügye a falu szépítése. Megválasztása óta parkosítások, virágosítások történtek, és mint mondja, a továbbiakban is szeretné még szebbé tenni Kocsolát. Elindultunk egy úton, valamilyen úton, egy jó úton a képviselőtársaim segítségével, úgyhogy nagyon jól szangba tudunk dolgozni. Kis lépésekkel, de biztosan haladunk ezen az úton. Megpróbáltunk egy kicsit a falu arculatán változtatni. Próbálunk mindig az évszaknak megfelelő elképzeléseket megvalósítani. Most például az őszt próbáltuk ide csalogatni a faluba, és több helyre kirakni ilyen őszi motivumokat. Akiből erőt merítek, az elsősorban a családom és a barátaim. A hivatali dolgozók is, tehát mindenki nagyon nagy segítséggel van. Úgyhogy a családom is mindig mellettem állt, akár a kampányidőszakában is, és akár most is, tehát számíthatok mindenkinek a segítségére, úgy a barátok, úgy a falu közösségének a segítségére is. Például most legutóbb két játszóteret vásároltunk, mivel ugye nem tudtunk több rendezvényünket megvalósítani a járványügyi helyzet miatt. Ilyen rendezvényünk lett volna a családi nap, ami egy egész napos program lett volna kicsiknek, nagyoknak, délelőtt inkább gyerekprogramok, délután viszont kulturális bemutatók, díszpolgár avatást terveztünk, ez sajnos elmaradt, és valamilyen szinten kárpótolni szerettük volna a lakosságot, és ezért úgy döntöttünk, hogy játszóteret vagy játszóházat vásárolunk. A falu két pontján ezt el is helyeztük, és a falu lakosságát is bevontuk, tehát az ő segítségükkel építettük meg ezt a játszóteret. Az elmúlt egy év egyik legnagyobb sikere a tájház létrehozása. Bár az épületnek már korábban is hasonló funkciója volt, most kiegészült a helyi értékekkel is. Sajnos a tavaszra tervezett átadó a koronavírus járvány miatt elmaradt. Anikó szeretne egy ünnepélyes formát adni a megnyitónak, amint arra lehetősége nyílik. Úgy gondolom, hogy ez alatt az egy év alatt azért elég sok feladatot sikerült megvalósítanunk. Itt elsősorban kiemelném a tájházunkat. Ez régi álmom vált valóra, vagy álmunk vált valóra, hogy megcsinálhattuk, vagy felépíthettük ezt a tájházat, vagyis nem felépíthettük, hanem ez a tájház, vagy ez a ház már egy közmunkaprogramban vásárolt épület volt, ami Levendula házként indult, és most összekötöttük ezt a kettőt, Levendula ház és tájházként fog működni. A közfoglalkoztatottak újították fel az épületet, mindent ők készítettek, ők csináltak. A lakosok adták össze a régi bútorokat, eszközöket, mindenfélét, és azzal berendeztük a tájházat. A tájház felújítása egy saját forrásból sikerült megoldanunk, úgy a külső és a belső munkákat egyaránt.
a tájházban a lakosság, a kocsali lakosoknak köszönhetően nagyon sok tárgyat sikerült beszereznünk, és azokat kiállítanunk. Három helységet sikerült így berendeznünk, egy úgymondván egy szép szobát, egy konyhát, és a másik helységben a népviseletet szeretnénk bemutatni. Ugye itt Kocsolán cigány, sváb és magyar népviselet is van, tehát babákat kell még vásárolnunk, ami jelen pillanatban még nem megoldott, de ezt szeretnénk mindenképp a közeljövőben, és ezekre a babákra ráadni a népviseleti ruhákat és kiállítani, és ebbe a szobába csak népviseleti dolgokat, pillétől kezdve ruhákat kiállítani. A jövőbeli tervek elsősorban a megrongálódott, elhasználódott és veszélyessé vált járdák és utak felújítására koncentrálódnak. Erre pályázati forrást keres az önkormányzat. Nagyon sok mindent szeretnék a 4 évben még megvalósítani. Nagyon sok terveink vannak a képviselő testülettel együtt, úgyhogy próbáltuk már a vendégház területét is, tehát a vendégház térkövezése is elkezdődött. Új kiülőt sikerült megvalósítanunk, azt is társadalmi munkába. Természetesen szeretnénk utakjárdákat, mert nagyon rossz állapotban vannak az utakjárdák. Sok helyen járhatatlanok, autóval is, gyalogosan is. Természetesen mi is pályáztunk a Magyar Falu programban. 5 pályázatot adtunk be, amiből egyet sikerült is, vagy sikeres pályázatot nyernünk. Ez az óvodának a játszótere, amit jövő tavasszal szeretnénk elkezdeni. Sajnos a másik 4 pályázatunk, vagyis 3 pályázatunk nem nyert, a negyediket még nem tudjuk. Az első 2 az az utakjárdák lett volna, és a másikat egy közösségi térre adtuk be, ami itt szemben látható a hivatal épületével. Ez egy volt régi presszó, ezt szerettük volna lebontani, és ennek a helyére egy közösségi teret létrehozni, ami sajnos nem sikerült. Viszont meg kell most annak a forrását keresnünk, hogy ezt az épületet minél előbb lebontsuk, mert nagyon rossz állapotban van, tehát félő, hogy itt a tél időszak beköszöntével ezzel az épülettel valami történik, és nehogy valami baleset vagy ilyen történjen. Úgy gondolom, hogy egész jól vészelik az emberek ezt a járványügyi helyzetet. Igaz, lehet, hogy sokan már egy kicsit belefáradtak, és sajnos abba, hogy nem tudunk nekik semmiféle programot megvalósítani, amit elterveztünk itt a tavasztól egész az őszi időszakba. Most sajnos az idősek napi rendezvényünk is, ami már hagyományos, elmaradt. Itt is úgy próbáltuk kárpótolni a 60 év feletti lakosságot, hogy a képviselőtestület tagjai mindenkihez elmentek személyesen, és vittek egy kis pénzbeli támogatást, tehát ennek is mindenki nagyon örült, mindenki nagyon jó néven vette. Tehát valamivel próbáljuk kompenzálni ezt a helyzetet, hogy valamit nyújtsunk ebbe az időszakba is a falu lakosainak. Tavasz folyamán is csomagokat osztottunk, minden egyes lakosnak 8000 értékű csomagot kaptak, amiben tisztítószerektől elkezdve száraz élelmiszer dolgok voltak. Kocsolán már kiírásra került a szociális tűzifa pályázat. A képviselőtestület dönti majd el, hogy mely családok kaphatják meg november és december hónapban az ingyenes tüzelőt. Tavaly 230 család részesült a támogatásban. Idén is hasonló számokra készül az önkormányzat.